Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakmagazinban. Gonyec Zoltán műsorvezető vagyok, szakkommentátorunk, másik műsorvezető pedig Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester. És mindenkit üdvözlök. Egy hónappal ezelőtt beszámoltunk a megyei csapatbajnokság és az NB2 küzdelmeiről. Azóta a megyei csapatbajnokság küzdelmeiben kisebb csend volt, az első forduló után újabb forduló lebonyolítására nem került sor, így ha nem is nyugaton, de a megyei csapatbajnokságban a helyzet változatlan. Lebonyolították ugyanakkor az NB2-ben a harmadik fordulót, amely felemás eredmény hozott a megye csapatainak. Mint ismeretes, Szabolcs Szatmár Bereg megyének két csapata játszik az MB2-ben, a Tiszavasvári Ese és a Nyíregyházi Sportcentrum. A Tiszavasvári Ese a kisé megerősödött mezőkövesdel mérkőzött meg, és minimális arányú vereséget szenvedett. Én bizonyos vagyok benne, hogy ha a mezőköves nem erősített volna a tavalyi bajnoki évadhoz képest, akkor a Tiszavasvári győzött volna. Mezőkövesde igazolt azonban egy fiatal, igen erős fidemester, Becskei Zoltán, akit már mutatunk be műsorunkban, hiszen egy-két éve ő nyerte meg a nyírségi tornát, a nyírségi tornán a mesterek csoportját, tehát Becskei mester az első táblán erősítette a mezőkövesdi csapatot, ezzel olyan pluszt adott a mezőkövesnek, amelyik az éltáblákon helyt tudott állni. Négy partit vesztettek a, a 12 tábla Első felében mondhatni a játékosok, viszont a hátul a hátsó táblákon remekeltek a tiszabasvári ugyanis, a hátsó táblákon is igen erős. Ö, Lengyel László, lakatos Krisztián, Molnár János, a műsorunk álladó figyelői előtt ezek a nevek nem lehetnek ismeretlenek. Valamennyien nyertek, és így négy győzelemmel, négy vereséggel szemben három győzelmet tudtak a Tisza-Vasvári játékosok állítani, és ezzel csak minimális arányban vesztették el a mezőkövesd elleni mérkőzését. A Nyíregyházi Sportcentrum a kezdeti legerősebb ö, ö, csapatokkal való küzdelem után egy középcsapattal a tavalyi negyedik volt, ha jól emlékszem, a Debrecen és a Barátok. Igen. A tavalyi negyedik helyezettel az éremről éppen lecsúszott Debreceni sakbarátokkal mérkőzött meg, és ö, óriási csatában nagy győzelmet sikerült aratni a nyíregyházi sportcentrumnak. Hét és fél, négy és fél arányban ö, nyertünk. Mondhatom, hogy nyertünk, mert én is játszottam a sportcentrumban, a sportcentrumnak én vagyok a csapat kapitánya, és ö, én azt hiszem, hogy teljesen megérdemelten nyert a csapatunk. Volt olyan ö, táblánk, ahol, ahol kisebb szerencsével nyertünk, sőt az én partim is meglehetősen fordulatos volt, mert a megnyitásban nagy kockázatot vállaltam, és egy gyalogot vesztettem, és hát a számítógép szerint körülbelül egyenlő volt, kisebb hátrányban voltam a partiban, de a körülnézők, a nézők azért azt gondolták, hogy ki fogok kapni, hát végül is a rutin mentett meg, és sikerült győzelemre vezetni a partit, de hát ez egy másik kérdés. A lényeg az, hogy a sportcentrum egy középcsapattal, egy tavalyi ö, negyedik helyezettel mérkőzve fölényesen győzött, és bizonyította, hogy a Nyíregyházi sportcentrum egy igen erős csapat. Emellett még más rendezményre is sor került, de először is Pétert is szeretném megkérdezni, hogy mutat-e be nekünk valamilyen partit az MB2 küzdelmeiből? Mindenképp készültem két játszmával is. Az egyik az a, még a második fordulóból a, a Tisza Vasvári egyik játékosának szeretném bemutatni a szép győzelmét. Ő Radis László sötéttel egy ö, egységes jó partiban verte ellenfelét. És, még pedig azt az ellenfelét, aki nem egy Fidemestert is legyőzött már. Igen, tehát egy elég erős ö, játékos, ö, nagyon fiatal, nagyon tehetséges. Ugye a debreceni sakkiskolának a játékosa, ugye Szilágyi norbert játszott, és, és ugye már élőben is jóval a megyebeli játékos előtt jár. Tehát mindenképp egy kifejezetten azt mondhatnám, hogy meglepetés, győzelem született, de de a partit látva ez, ez egyértelműen nem így történt. Tehát akik ismerik dr. Radics Lászlót, azok tudják, hogy őt nem az értékszám alapján kell megítélni az ő tudását. Ez természetes, ugye a rutin és az évek azért nagyon sokat számít, és, és nagyon sokat játszott már, és nyert is, tehát hasonló szerkezeteket László. Úgyhogy azt szeretném először bemutatni, és utána, pedig, ha lesz egy gyors, egy villámgyőzelmet, a, a, az pedig már a harmadik fordulóból a, a Nyíregyházi az első táblásátiba Vladislavnak a, a gyors győzelmét szeretném bemutatni, ami nagyon-nagyon tanulságos, és, és, nagyon sokat lehet belőle tanulni. Tehát világosan volt Szilágyi Norbert, sötéttel volt Radics László. Ugye e 4 Kezdett az ifjú titán, 20 C6-tal egy ilyen meglepő lépéssel folytatta a rutinosabb ugye ellenfele. D4 következett, amire E5-öt lépte fekete. Itt csak mindenbe át lehet menni, hogyha 20 F3-at lépni világos, akkor a Skótba megyünk bele. Világos D5 következett. Én úgy gondolom, hogy ez talán nem annyira jó lépés. Én inkább más tervet játszanék, akár leütném az E5-öt, akár Huszár F3-at lépnék. Huszár, az az érdekesség, egy kicsit zárt lesz ez az, az állás, és ugye itt a Huszárral azonnal át tud menni a királyszánya sötét, és ott, és ott, elég jól fog állni az a Huszár. Azért tegyük hozzá, hogy Radics Laci ellen a sem ajánlatos be. Lehetséges, de egy fiatal játékosnak inkább ilyen nyíltabb állás kellett volna felvállalni. Ebben én teljesen igazad van. Na, Huszár E7 következett, amire Huszár F3 jött, és ugye 20 G6-tal, ugye ideális helyre került ez a Huszár, megvédte az előtöt, a futónak megnyitotta az átlóját, és majd érkezik a másik Huszár is. H4 következett, ugye ez az az értelme, hogy azonnal H5-tel vissza akarja zavarni ezt a lovat. Ez nem nagyon engedhette meg fekete, úgyhogy H5-tel folytatta a sötét, amire C4 következett, és erre pedig futó C5-tel ugye fejlődött fekete, Huszár C3-mal fejlődött világos, ugye a megításnak az alapelveit mindkét fél követi. Huszár H6, ez egy kicsit olyan a lépés, ugye ha F6-ra akta volna fekete a lovat, akkor futó g 5 -e lekötötték volna. Úgyhogy inkább ide rakta ezt a lovat. A futőti H6 jött, én nem biztos, hogy ezt a futót kiadtam volna. Általában ugye a világos mezőn álló gyalogok, Nál ugye a fehér mező mozgó futó az nem annyira erőteljes, itt inkább a másik futó az erőse figura. Én nem ütöttem volna biztosan le ezt a lovat, amire Bástyúti H6 következett. Igaz, hogy fekete ugye röviden már nem sáncol, de hosszúra gyönyörű szépen elsáncolhat majd. De azért az a sötét mezőjű futó hiány, hiányzik. Igen, a az már hiányzik. Ezért D2 következett, amire vezér elhét. Te ugye vezért kirakta, hosszú sánccal folytatta fehér, d 6 ta ugye fejlődött fekete, vezér C2 következett, ugye futó D7-tel fejlődött sötét, bástya D2 következett, ugye az F2 gyalogot megvédte, fehér ezzel a lépéssel, A6 következett, ugye, hogy huszár B5 ne nagyon jöhessen, vezér B3, és hosszú sánc mert, ugye, megnézzük ezt az állást, ugye, amiről beszéltünk, nagyon zárt, ugye egy gyalog se cserélődött le. Ugye itt elvégben a huszárok -ok lennének jobbak, de ez a C5 futó az nagyon-nagyon jól támadja az F2-t, és ugye itt is, amiről beszéltél már, ugye a dinamika az, az megvalósulhat ebben az állásban, főként sötét részéről. G3-mal ugye folytatta. Parancsolj. Igen, annyira, hogy futó H3 lenne a terve, tehát, és kicserélne a futó párt, és ugye a jó futót ott be kiszedni ezzel a lépéssel. Tehát sötétnek a, a fehér futója erősebb, mint világosnak a világos futója, tehát ez a cseresz teljesen épkézláb ötlet, de az a C5 futó sötét részéről az nagyon röntgenezi a sötét mezőket, és ebben az állásban, tehát a gyalogszerkezet miatt a sötét mezők nagyon meg tudnak gyengülni világos állásában, ha jól látom. Igen, igen. Hát most ugye Huszár f 8 a folytatta fekete, ugye értelme az, hogy a bástyát szerette volna F6-ra hozni, és ugye azonnal támadólag felvét itt a Huszár ellen. Huszár E1 következett, amire ugye Bástya F6 jött, ugye az F2 gyalogot megtámadta, Huszár D3-mal ugye átjátszotta a lovat, megvédte az F2-t és megtámadta a C5 futót, futó, futó d 4 sötét, nagyon jó helyre helyezte a futóját, be a centrumba, Uh, igen, a sötét mező gyengesége. Igen. És én még mindig zárt, tehát nem látszik, hogy hol fog megbojdulni az állás, hol fogja ugye, hol fog a dinamika uh, kialakulni de hamarosan meg fogjuk ezt is látni. De sötét irányítja az eseményeket. Azt mindenképp. Én biztos, hogy futóhármat léptem volna, és kiszedtem volna ezt a futót. Tehát futó G2 nekem azért nem tetszik, mert berakom a gyalogén mögé a futót, Semmit akkor, nem csinál. akkor inkább kiszedem az ellenfél futóját, és a sajátomat se tartom ott. Futó G2, ez talán egy kicsit pontatlan lépés volt. Ugye következett futó G4, amire bástsa egyel folytatta, ugye a hozta a játékba a 20 D7 következett, ugye hozta fekete is játékban lovát, ami nem Tehát C5-re igyekszik az cíjöt a Huszár. C5-re igyekszik. Huszár Ani. következett, ettől független Huszár C5 megjött. És Huszár üti C5, az a Huszár, leütötte, ugye az a vonali Huszár, leütötte a C5 Lovat, és ez d ütötte vissza, D üti célt. Ha megnézzük, olyan, mintha ez a D4 futóda be lenne betonozva, tehát nem nagyon tud hozzáférkőzni fekete és gyönyörűen. Mint áll. egy szolingeni kés úgy vágja a világos állását. Igen, és két felé figye, ugye F2 felé, meg B2 felé is. F4, na most ez megint én úgy gondolom a stratégiai hiba, de ez megint csak úgy arról beszélünk, hogy magára nyitja az állást, Ugye, és ott van két futó, Persze a centrumba szeretett volna jót előre menni, de ez akkor is én úgy gondolnám a stratégiaiba, még hogyha nem is, nem is rossz lépés objektíve, de, de ezzel nagyon nagy játékot engedett feketének ahogy egy volt szakosztályvezető mondaná, hogy magára nyitja a gázcsapot világos ezzel a lépéssel, de, de végül is hát egy, egy dinamikus, fiatal támadó játékos, aki olyan kombinatív, mint a Szilágyi Norvi, hát nyilván nem tud ot ot otthon ülni és bekelni. én azt hiszem, hogy a sak személyisége szólalt meg Norbertnek, és ezért forszírozta ilyen képen az eseményeket. Igen. Hát EUTF 4 ugye. Itt az állást, fekete, most, hogyha G-vel ütött volna vissza, akkor ugye Bástya B6-tal a Bástya, megtámadja a fehér vezér, és lóg a H4 gyalog, tehát azt lenyártam volna a fekete, ugye ezért huszára kellett ütni, de ez nekem meg nagyon nem tetszik ez a lépés. Bástya B6 így is következett, megtámadtuk a vezért, vezér A3 jött, és erre pedig következett G5. Ugye? Továbbra is az a játéka feketének, hogy nyitja rá az állást és gyengeséget hoz létre. Most már ugye a fehér állásban fekete. Most, ha megnézzük az adott állást, akkor azt mondjuk, hogy, hogy a világos könnyű tisztek nem sok mindent csinálnak. Nagyon szomorú a helyzet a G2 futónak sötét most már elzavarja majd lassacskán az F4-en álló világos huszát is, viszont sötétnek a D4 és G4 futói rendkívül erősen pásztáznak, és, és, igen erős támadás készül kibontakozni sötét a részéről. Is jól áll Nagyon jól áll a bástya. b 6 nyomja a B2 pontot a D4 futóval. Előbb-utóbb ebbe, ebbe, a támadásba be kell, hogy kapcsolódjon a vezér is, és a D8 bástya is valahogy szerepet kell, hogy kapjon. Tehát nagyon, nagyon. Nehéz könyvén, fehérre igen. Tervet találni, és feketének sokkal egyszerűbb a játéka, ugye? Ahogy neki, mondod. Neki e, ugye eléggé adja magát, hogy mire játszon, ugye? Pont a, ugye. E, ott ugye G5-tel, meg hogyha ezt leüti, ugye most következett h 5 g ugye H4-jel felszedni az F4 20-nak a támaszpontját. Tehát h 5 g 5 következett, amire vezérüti G5, jött ugye futó F3-mal már cserélni, picit későn, ugye következett H4, amire futő üti G4, vezérüti G4, következett és vezér D3-ra. Nem nagyon tudott mit csinálni, ugye ezt a G3 gyalogot elvesztette. H üti G3 következett, amire huszár G2, ugye most fenyegette leütni ezt a lovat. Vezér G7 jött, és itt van a, a, a futó, a vezér és a bástya Igen. egyszerre támadja a B2 pontot. Én most előtte egy kis taktikát e, próbált meg, ugye ez egy jó lépésnek tűnik ez az E5. e nem lehet a futóval leütni, mert akkor vezére csak jönne, és ugye a királyt és a futót támadná egyszerre a vezér és a bástya, ugye az kettős támadás lenne, de király B8-al egész egyszerűen kiment ebből a. És most már fenyeget futóültelőt. Most már futóültelő fenyeget. vezérefföt következett, amire Bástya H8-al ugye megyünk be a Bástyával az ellenfél állásába. Tehát ö, Sötét azt gondolhatja, hogy melyik tisztán nem dolgozik még. Igen, a a D8 Bástyám, na most azt is játékba Igen. hozom. Bástya D-ről E2-re ment. Fejl, ugye az E gyalogot Igen. Bástya H2-ről ugye aktívan jön előre. B3-mal ugye megvédte a B2 gyalogot, amire futó F2 következett, és most E6. Talán ugye beáldozna egy minőséget és tolná azt a gyalogot, amit egyszer leütött fekete, ugye az jó lépés volt, F üti E6, D üti E6, és most Bástya üti E6 jött, ugye leütötte ezt, hát most mivel üssön, nem nagyon tudott jól ütni, ugye fehér, vezérrel ütötte le ezt az e ez nagyon szép taktikai motivum volt, amire bássőti G2-vel ugye leütötte a lovat. Tehát egy érdekes minőségáldozat volt ez, viszont azt láthatjuk, hogy világos nincs abban a helyzetben, hogy könnyedén meg tudná támadni a, a sötét királyt. Igen, sötét uralkodó ugye az teljesen biztonságban van, van egy G3 gyalog, ami ugye nagyon veszélyes, úgyhogy itt egyértelműen már magasabb a szinten két gyalogja van. nyerve van fekete. Bássa d 1 el folytatta fehér, amire vezér C3 sakk, következett és király B1-re, pedig futó D4 volt nagyon-nagyon erős lépés, amire vezér E8 sakk jött, királya a 7, és Bástyuti d ugye próbált megszabadulni ettől a nagy átlós futótól. Hogy bűnbánóan visszaadja a minőséget. De ne hát... nem ütötte le, hanem most ugye amiről beszéltünk jött a közbeiktatott sak, Bástya G1 sakk következett, és gyakorlatilag feladta. Hiszen itt ugye véd Bástya E1, Bástya üte egy, vezér üte egy, vezér üte egy, és két gyalog, és vezér, vezér marad elvénye. egy Bástyáért. Tehát... Hát és azt is leütjük még, mert ugye a C5 majd a fog jutni a D4 Bástyát is, tehát. Igen, tehát sokkal lehet. érkezik a C3 1 egyre, és... És innentől ez esélye nincsen de nagyon rá. jó parti volt, nagyon tetszett. Stratégiai hibát követette többször, a fiatalos hévlendület elvitte Norvét, amit, amit gyönyörű ellenjátékkal használt ki, sötétte Radis László. Tehát ugye a következő játszmában, ugye Tiba Radislav játszik világossal, és Horváth Károlyó játszik sötéttel. Az NB2 harmadik fordulójában az első táblának a küzdelmeit láthatjuk. A fiatal Tiba Nyíregyházi Sportcentrum első számú játékosa, ellenfele pedig a Debreceniek első számú játékosa. e 4 kezdett világos. Ugye megint meglepetés, de Huszár C6 következett. Ugye itt már jobban folytatta Fehér. Huszár F3 egy szolidabb és jobb lépés, mint a D4, én úgy gondolnám, amire D5-tel folytatta fekete, amire elüti D5, következett vezér üti D5, és huszár C3-ra, ugye itt vezér H5-öt lépte, fekete, ez nem annyira jó lépés, itt inkább vezér A5, vezér D6-ot szoktak játszani. Ez a... tehát, sötét horváth Kalcsi szereti az extrém változatokat, tehát ő Igen. Neki ez a stílusa. Igen, de itt kapott egy meglepő lépés, huszár B5-öt, és ugye hirtelen a c gyalogot nem lehet másképp védeni, mint király d 8 -a. Tehát És innentől kezdve... Elvesztette a sáncolás lehetőségét. Elvesztette a sáncolás lehetőségét, tehát maga a megnyitási alapelvet már nem tudta összerakni fekete. Tehát ezért ez a vezérhájt lehet, hogy egy extrém lépés, de egy nagyon rossz lépés is egyben. És a d, király D8 következett, amire D4-je ugye a centrumot azonnal foglalta el fehér ugye fejlődött, a visszazavarta ezt a lovat, fekete, ez is jó lépés, Huszár C3-mal vissza, ment Huszár F6-tal, ugye fejlődött fekete, amire D5 következett, ugye azonnal nyitja az állást, világos, ugye a C6-lónak nem enged normális lehet E5-re ment fekete, és ott áll jól, de ugye Huszár E5-re, Világost nem nagyon érdekelte itt az F3 dupla gyalog, futó F4-el fejlődött, és támadta, fekete, ugye lovát ott a centrumban. Huszár üti F3 következett, ezt természetesen a G gyaloggal ütjük le, nem vezérre, ugye jobb állásban fejlődési előnyünk van, nem ö, tud fekete király sáncolni, ott semmi esetre sem cserélünk vezért, mert ugye az kell a támadáshoz. G F3 következett, amire vezér f jött, megtámadta a futót, vezér D2-vel megvédte, és G5 következett. Most ezt le lehetne ütni, de nem ütötte le, hanem futó E3-mal nem kellett neki az a gyalog. Visszament, beáldozta az F3 gyalogot, vezér üti F3, és bástja g 1 jel ugye folytatta a G5 gyalognak a támadását, világos. Itt hadd kérdezzem már meg, hogy jobb ez, mint hogyha G5-re világos beütött volna a futóval? Tehát jobban állnak most a világos tisztek, mint hogyha a futó G5, majd vezér F3 következett volna? Valószínű, ugye az lehetett ott a terve, hogy ott is leüt f 3 és esetleg 20 4 re újabb cserét kényszerít uh -huh. ki ott fekete. És ez volt az alapötlet, hogy ne legyen ugye csere. Tehát leütötte az F3-at, de bástya g 1 ugye most a bárcsát akarom a G vonalra is ott támadólag felhozni meg ugye visszazavarni a vezért. És, és itt már... támad is az a bástya. Bizony. Most ugye h 6 megvédte ezt a g gyalogot, ugye nehéz jót lépni, de valahogy akkor ugye még jobban szétesne a fekete ha hogyha ezt nem védeni meg. Futó E2 következett, ugye vezére főt jött. Most tartsunk itt egy népszámlálást, hogy áll a tisztfejlődésben világos és sötét? Hát igen, ha megnézzük, hogy a világos most hosszúra sáncol, és gyakorlatilag befejezte a az alapelveit. Tehát elsáncolt a királya, kifejlődött a könnyű tisztekkel, huszárokkal, futókkal, és ugye sötét, ha megnézzük, két a sarokban, két futója nem lép F8-C8-on, Királya ugye d 8 tehát egy lóval fejlődött ki, és a vezérrel nagyon-nagyon-nagyon sokat lépett. Azt Te... szokták mondani, hogy ugye a fejlődésben egy gyalog megér két-három könnyű tiszt tempót, hát igen. most itt azt láthatjuk, hogy világosnak három tisztje, vezér és három tiszt van kifejlődve, sötétnek vezér és egy tisztje, világosnak még ráadásul térelőnye is van, igen. konkrét fenyegetései, tehát igencsak csak jól áll világos. Igen. Következett hosszú sánc amire futó D7-tel ugye fejlődött fekete, bástya G3 következett, ugye hozza a bástyát, ugye az F vonalról szeretné, vagy a futóval ellép, és akár a D vonalról, vagy az E vonalról is tudja hozni, hogyha D4-re elépne a futóval. Vezére 5 következett, ugye kiment az F vonalból, de erre pedig f 4 jel ugye nyitni kell minél jobban az állás, ugye ez volt ennek a lépésnek az értelme, hogy most a vezért támadom, nem tud fejlődni fekete, és a középereket király, arra, ha ugye rányítjuk a centrumot, és a tisztek rázódulnak a védtelen fekete királyra, akkor, akkor gyakorlatilag nagyon gyorsan vége lesz a partinak, amit meg is látunk. A vezér D6 következett, ugye erre F G5 jött, H G5, futó üti G5, és én most Básti H2-vel. Hát kérdezzem meg, hogy nem lett volna jobb a Bástyával ütni G5-re? Hiszen akkor még a H2 gyalog is megmarad, a futó F4 Kettős Hát igen, de gyakorlatilag így is benne van ez a motívum. Uh -huh. Itt most Bástya DG1-et lépte, és ugyanez a szerkezet, ugye, hogy leütök, vagy a 6 ra vagy futó F4 és Bástyával, mert bemenni ott a, a királyszárnyon. Hát most megvédtük a G3 bástát, básta DG1, és, és, gyakorlatilag futó F4 fog fenyegetni, és nem nagyon tud mit csinálni fekete. Tehát bástát DG1 következett, amire futó E8 jött, és erre pedig vezér E3-mal ugye oh. kiment, és akkor a futónak is nyitja. Ugye most már tudok lépni a futómmal is, és 20 ugye meg egy nagyon rossz lépés volt, de már nem nagyon volt jó lépés, úgyhogy erre üti D5 következett. Ugye ezt nem lehet visszaütni, mert a Bástya D1 és vezérvesztés. Lenne a vezér, nem tud elmenni, úgyhogy lenyernénk. C6-ra pedig ugye huszár B6 után itt gyakorlatilag feladta fekete, mert ugyanúgy a lóg a Bástya, ott A8 Támadva a Bástya, fenyeget Bástya D1 vezérvesztés. És ezt a két kettős Tehát... fenyegetést nem tudja egyszerre kivédeni. Fekete, úgyhogy ezért itt feladta a ját, játszmát. Tehát, hát, hogyha megnézzük, hogy az F8 futó nem lépett a partiban, az A8 bástya nem lépett, az a D8 királynak a helyzete az, az valami hihetetlen rosszul van. A Sötétnek a világos mezőkömözgó futója kettőt is lépett, de nem túl aktív volt a Meg sokat lépett fekete a vezére, ugye? Elment, hogy úgy mondjuk eprészkedni itt a gyalogokért. Eprészésnek nevezzük, amikor ok nélkül elmegyünk egy gyalogot leütni, és a a gyalog leütéséért elvesztegetett tempókkal az ellenfél pedig nagyon felfejlődik. Igen, lépésveszteséggel, ugye nagyon gyors uh, tisztjátékhoz tud jutni az ellenfél. Most, ha megnézzük a fehér állását, ugye minden tisztje játszik. Gőzerövel dolgoznak a, a tisztek. E2 futónak is lenne szerepe C4-en, G4-en, F3-on, bárhol, és a két bástya is nyílt vonalon van, és ugye most bástya d 1 nagy fenyegetések vannak. Úgyhogy hát ez egy nagyon tanulságos parti, hogy hogy ne játszunk feketével, tehát főként meg az, hogy hogy használjuk ki, hogyha így játszanak ellenünk, tehát eh, akkor ezt egy nagyon egyszerűen és nagyon szépen eh, használtak ki világos. Tisztelt nézőink, remélem sikerült megértetni, hogy miért fontos a fejlődés, miért nem szabad elhanyagolni a partiban a fejlődést, mert olyan csúnyán kikaphatunk, mint az imént látott partiban, a debreceniek legjobbja, a sportcentrum, a nyíregyházi sportcentrum legjobbjával szemben. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, remélem tetszettek a partik, viszontlátásra! Viszontlátásra!